Meg fog ölni. Menj hátra! Lement a sanitink. És hogy viszett? Itt a Boom Calibur! Benn van a inventory-ban? Igen, igen, igen. Egyél! Akkor ez szokott megölni. 10 és felett sebez! Hogy kell visszavinni a sanity-t? Hol vannak? Most meg mit lehet csinálni? Csirkéket kell etetni. Vagy mi? Azt mondta. Mit lehet ilyenkor csinálni, Krisz? Nem tudom. Meghalni. Próbáljunk meg hazafutni. Mi a fenék ezek? Akkor azt nem is a bizét csinálja. Azt nem is a pumpkilliger csinálja. Igen. Hanem ez mindig lemegy a sanitink és az. Azt a milyen pumpkalibúrom lett! Az a baj, hogy ezt tudod mikor fogsz te tudni itt hazaszaladni Blood Moon-kor sötétbe, úgyhogy nem is látsz. Meg miért nem jönnek ide? Hát de hiába ölölt, hogy lenn van a sanity nulla. Miért nem jön ide? Jó, muszáj. Valamit kell, meg kell halni. És visszaszerezzük a cuccunkat. Akkor menjünk le, azt öljük őket. Már csak 150 élete van. Ezt nem hiszem el. Ott van még? Igen. 60 élete van, 51. Megpróbálom megölni! Jó. Meghalt az egyik. Dobott tényleg valamit? Rotting Stalker. Ezt nem hiszem el. Nem baj. Várjuk meg a reggelt és menjünk jó vissza. Okés. Hopp. Meg itt volt egy XP. Oh, én is be tudtam menni. Látok. Dobott valamit? Ez a majom áll. Szerintem már nem. Szerintem már nem lesz nálunk. Ez az. Pump Calibur! Srácok! Ezt nem is hiszem el. Megvan a Pump Calibur. Krisztián, ki kell próbálnunk. Krisztián. Feljött a nap. Megszereztük. Itt van a kezemben a Pump Calibur. Elképesztő erővel bír. Ki kell, hogy próbáljuk, Krisz. Oké. Máté, látod ezeket? Mik ezek? Bambú. Bambú. Mik ezek itt? Ez egy bambú. Ja nem, ez egy E. coli. Várj. Meghalsz E. coli-t. Ez az Máté. Dobott valami fekete. Mi a fene az? Fekete rutymákot. Gyorsan, kiugrok. Jó, várj, gyorsan. Hé, hey, most miért vetted el előlem? Gyere vissza, gyorsan. Nem tudok bemenni. Gyere már. Jó. Ah! Megúsztuk. Mi az, amit felvettem, Krisz? Nem tudom, nézd meg. Corruption. Na hello, srácok. Ez itt a Horror Minecraft sorozat következő része. És ebben a videóban ki fogjuk próbálni a Pump Calibur-t, ami Sharpness 4-gel és Sweeping Edge 3-mal van felszerelve, ami elképesztően nagyon erős. Na Máté, menjünk haza. Jó. Szerintem. Szerintem is. Eleget állj küzdöttünk. Mi az? Érzed ezt? Érzed ezt a jelenlétet? Mit úgy fingattál? Érzem, valaki figyel minket. Tudod, ki figyel minket? Na mi? Nézz egy kicsit föl. Nem itt a játékban, a valóságban. Egy kicsit följebb. Még egy kicsit, ne annyira, egy kicsit lejjebb. Na, látod, mondtam én, hogy figyelnek minket. Aha, tényleg, a srácok. Úgyhogy srácok, örülünk, hogy itt vagytok, és velünk tartotok ebben. Igen. A csodálatos kalandban, amiben kipróbáljuk a Pump Calibur-t. Amiben megint ott van egy Acolyte! Meghalsz Acolyte! Várjál, hadd öljem meg a Pump Calibur-ral, de amúgy az előbb már megöltem egyet. De nem, elspoilerezed a Pump Calibur-t, majd én megölöm az Acolyte-ot. Csak nyugodj. Jó van, öld meg az Acolyte-ot. Viszont vissza meghalsz kellene Acolyte mennünk, Krisztián, a... De hülye Acolyte, gyere már ide közelebb, csicska! Ja, mert szerinted ő meg akar halni, vagy igen. Mi? Igen, oké, de volt még Acolyte. Nem volt, de mi az az Acolyte vajon? Az Acolyte, az egy olyan ősi teremtménynek a harcosa, amit te még nem is tudsz elképzelni. De megijedtem megint ettől a bölcs tölgytől. De vajon mit csinálhat? Hova tüntettél magad? Ha? Mi volt ez? Esküszöm, hogy éreztem magad, valamit. Magad! Hello. Aj, kinyitotta a szemét, mi az? Igen, mert kérdezgetni. Ki mer fölébreszteni engem? És most nyitva is van a szemem. Én fölébresztelek, na, rád teszek egy fákját, hülye gyerek. Ott van a ablakon ne, egy ne fákja. Bánsd, ne bánsd, ablakon ne bánsd! Ablakon egy fákja, hát azt nem. Krisztián, ne bánsd, menjünk innen. Azt mondta rám, hogy egy nagy mókus vagyok. Helyes. Ah! Ah! Ne! Ne!
Mi az, itt van egy ilyen könyvolvasó? Unsaved skeleton. Mi a szar? Várj. Hallod a susmákolást? Van backpackje. Milyen susmákolás? Van hátizsáka. Mit adott? Mit adott? A Iront. Iron. Ez campfire. Ja! Tudod, hogy ez mi? Mi? Hát ide bebújt a föld alá, de aztán megtalálták őt. Ja. De... Hey! Én vagy 20 blokkot zuhantam lefele. Az hogy lehet? Hát mert biztos... Időkapuba kerültem. Vagy. Ki halicinálsz. Na. Szóval... gyorsan lepakolok. Minden. Szóval a mai videóban... Mit is fogunk csinálni? A mai barátom? Videóban, kedves kis barátom, azt fogjuk csinálni. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Micsoda? Mi az? Azt, hogy fogtam és beraktam el összes cuccomat az éve. Hát igen, mert nyomni kell a shiftet, kis barátom. Na, yeah. Oké, van egy atlaszunk, az most nem érdekel. Engem a Pump Calibur érdekel. Krisztián, ki kell próbálnunk a Pump Caliburt? Van róla valami információnk, hogy milyen erővel bírhat ez a rendkívüli fegyver? Nem tudom, Máté, olvasd el a zéket. Olvasd el a utasításokat. Oké, nincsenek. A fenébe. Várjatok, ebben... Mi az, Krisztián, elkaptál valami halálos betegséget? Elkaptam valami betegséget, gyorsan ki kell mennem a friss levire. Menj el, én addig várjál, utána nézek a Pump Caliburnak, hogy hát, ha van róla bármiféle tudásunk. Okés. Nos! Nézzük meg, hogy az Items menünél meg tudom találni a Pump Calibur-t. Nem, sajnos. Nem tudok lemenni. Viszont itt oldalt talán meg tudom. Nem. Pump Calibur. Szerintem, Krisztián, amúgy ez a Pump Calibur, ez egy Netherite kard, ami nagyon erős, 10 és felett sebez. Neked milyen fegyvered van? Nekem, kérlek szépen, egy Stone Axe-em. És miért Stone? Nem. És 9-et sebez. De ugye az balta. Igen. De az Iron te. Nem Stone. Nem, Stone. Stone balta. 9. 9-et nem sebezhet a Stone balt, amiközben az Iron balt sebez 9-et. 9-et sebez a Stone balta, itt van, nézd meg! Jó, akkor mutasd el ide. Ez mekkora baromság, hát ugyanannyit sebez, mint az a vas. Hát, na mindegy. Igen. A lényeg az, hogy ez 10 és felett sebez ez a Pump Calibur, és ugye ilyen gyakran lehet vele ütögetni. Ja. Ami nagyon erős. És a baltával meg ilyen gyakran. Hát igen, szóval azért ez... Elég. Igen, és ez még különbség. Többet is sebez. Meg ezzel csak egy valakit lehet sebezni, az meg nagyon sokat. Hát igen. Figyelj, könnyen ki tudjuk deríteni, hogy milyen erős. Máté, emlékszel a legutóbbi előtti részben, vagy mikor? Amikor bementünk abba a labirintusba, és csúfos vereséget szenvedtünk, és alig bírtuk visszaszerezni a cuccunkat? Emlékszem. Emlékszel erre az eseményre? Igen, emlékszem. Igen, én is emlékszem, ugyanis ott hagytam a fogamat. De most visszamehetnénk oda, és megölhetnénk. És visszaszerezhetnénk a fogadat? A varázslatos Pump Calibur segítségével. Ez egy csodálatos ötlet, Krisztián, de nagyon veszélyes is egyben. De pont ezt szeretem. Úgyhogy indulás. Viszont várjál, mert egy kicsit fel kell készülnünk. Ugyanis a pajzsom az eléggé leromlott, ugye a Pump Killiger ellen eléggé leromlottak a cuccaim, szóval fel kell egy kicsit javítanom. Ha? Ami azt Máté jelenti... nem tudok zoomolni, pedig van nálam spyglass. Hogy lehet ez? C. Nem lehet. Akkor alt. Aha, alt. Na jó. Ja, shieldem az van még egy, akkor az jó lesz. Viszont ruhám az kezd tönkre menni. Ami nem a legjobb. És nyersanyagnak is híján vagyunk, Krisztián. Szóval be fog kelleni iktatnunk egy gyémánt keresést. És illetve vas keresést. Amit egyébként szerintem streamben fogunk megcsinálni. És hogyha semmiféleképpen nem szeretnétek lemaradni a gyémánt keresős horror Minecraft streamről, akkor kövessétek be a Commando streamek csatornát, ami ott van a leírásban. És még egy dolgot csináljatok meg. Mondjátok el a Máténak, hogy mondja el nekem, hogy hova kell tenni a távcsövet, hogy ne a inventorimban legyen. Vagy az inventorimban kell, hogy legyen? Inventoridba kell. Ja, igen, akkor jó. Én csak fenn itt a pal felső sarokba az inventorimba ott tartom. Jó, jó. Na, akkor menjünk. Oké, viszont a ruhám az elég gyengusz, viszont hát nem szabad, hogy semmi megsebezzen, nem igaz? Plusz egyébként van a hátizsákomban még
ilyen, szóval ha esetleg összetörne a cuccom, akkor... Menjünk a labirintusba. Oké. Akkor elindulunk a labirintusba, Krisz. Labirintusba. Krisztián, egy kicsit túl sok időt töltöttél el a Horror Minecraft-on kívül, és nem tudod, hogy ez milyen komoly egy hely. Igen, vagy lehet, hogy túl sok időt töltöttem el Horror Minecraft-ba, és bekattantam, hogy folyamatosan trauma után ér, és borzalom után, és az idegrendszerem már teljesen összeomlott, és a sárga főd alatt vagyok mentálisan, lehetséges, az is nem igaz. Az is lehetséges, de valószínűleg az első a valóság. Na, Krisztián, itt láttam valamit. Mi? Remélem, hogy nem ijeszt meg semmi. Remélem én is. Remélem, nem ijeszt meg semmi, mert itt nagyon félelmetes dolgok szoktak. Nagyon félelmetes dolgok. Á, csirke! Ja, tényleg, amúgy van a csirke farm is. Ez egyébként, ez a flex cucc. Ez egyébként arra jó, hogy kötelet csináljunk belőle. Nem tudom, ezt már elmondtam-e. Arra jó, hogy kötelet csináljunk belőle, és azt azért találtam ki, mert nagyon szeretnék egy olyan biztonságos helyet, ahova kötéllel föl lehet mászni a legeslegvégső esetre. Mert ugye megtanultuk itt a Horror Minecraft sorozatban, hogy sose vagyunk biztonságban. Még akkor sem, ha egy ilyen rendkívüli intézményben vagyunk, mint amilyen ez itt, amiben mi most élünk. Ja, hú, az nagyon rendkívüli. Máté, mega lézer ágyuk nem lehet ide csinálni véletlenül, ja? Mega lézer ágyút nem lehet ide csinálni, hogy fogjam és szét lézer ágyúzom, hogyha valami be akar ide jönni? Biztos lehet majd később, csak egyelőre még nem. Azt hiszem vannak fegyverek is, ilyen puska meg ilyesmi, meg gépfegyver. Viszont azt meg egyelőre nem tudtam megcsinálni. Ja igen, mert puska golyót. De megijedtem, azt hittem adtál valami. Puska golyót lehet venni, azt tudom. Jó, Krisztián. Craftolni. Mi az? Az is csak egy falon, basztarohat, már kirázott a ideg. Jaj ne! Krisztián! Halucinálok! Máté, menjünk! Mindent látok! Gyere Máté, menjünk! Leírtad a labirintus koordinátáit? Nem, de tudom az utat. Okés. Akkor irány oda! Jó. Krisztián, most nagyon félek. Igen. Nagyon félek. Csak nyugalom. Ugyanis én is itt vagyok. Ezért. Hát igen, ezért is félek. Semmi akad a félni valós valásra. Félni valás? Semmi akad a félésre, Máté. Majd én vezetlek. Az, aki beleesik a lukba, és bele se tud esni, még egy lukba se. Mert így beleesik, te mégse. Hát, attól én akarok utasítást. Hát ez azért még a lukba se tudok beleesni. Akkor mitől kéne féljek? Beleesnél a lukba, de olyan béna vagy, hogy még abba se tudsz rendesen beleesni. Persze. Ne menj át. Gyere, ne oda menj át. Oda, gyere, utána engem köves, Krisz. És tartsd ki a szemed, tartsd ki, hogy hadd lássuk minden egyes kis porcikáját ennek a világnak, mert nagyon veszélyes. Kaját hoztunk? Hát nem túl nálam sokat, neked egy. Mennyi van? Egy. Jó, akkor jöjjünk egy kis veszünk bárány. Veszünk a izébe, vagy a faluba, szedünk búzát. Na, menjünk. Jó, persze. Hát. De milyen faluba? Hol van ott falu? Ott van mellette a falu, ott közvetlen. Nincs búza. Közvetlenül. Tojás, na azt is tudok enni. Mi a trök? Tojásrántottát. Ezek tojásrántottát. De van, azt van. Vigyázz! Azok viszont már tényleg... Mi? Mi? Hol? Itt volt valami. Hol volt? Hogy? Itt. Nyugi, csak tehén. Hé, és eldobja a tojásrántottáját. Öljük meg a csirkét? Hát le kell ölni marhákat öld meg inkább. Kösz. Mit kösz? Hát ez úgy megöl, mint a szélmész. Jó, hát a... Meg a fegyverrel. Úgy jó, úgy oké. Az a baltával is együttesen megölöd, hogyha... Biztos vagy te? Igen, hogyha kritikus a tűcs rá. Ja, viszont ad mi a rossz, hogy nincs nálunk cleaver. Várjál, cleaver manyus, itt is volt. Ja? Mert hogy láttam, hogy itt is volt egy tehén. Kellene kaját csinálnunk, Krisz. Jó lesz ez így, Máté, nyugi. Nem lesz jó. Jó lesz. Meg fogunk halni. Nem fogunk, nyugi. Jó, átértünk, és akkor itt kell menni, és egy hegyet kell keresnünk, Krisz. Igen. Csak ne menjünk túl meredeken. Hol vagy? Hova tűntél? De hogy tudsz eltűnni ilyen 5 másodperc alatt? Hát égetem a fákjámat. Én megálltam egy helyben. Te tűnsz el, nem én. Égetem a fákjámat. Hát hiába égeted. Ott van valami. Ja, az te vagy, jó van. Hú.
Azt hittem valami szörnyűséges teremtmény. Ez mit? Nem tudom. Uááá! Téged is megjesztett a holló? Igen, hát de basszus. Na gyere Máté! Hopp, ott van egy... Hopp, ez egy kard! Wow! Ja, de na, csak egy fakard a fenébe. Ja, de szar. Knockback 2! Én! Ennyi! Jó, jó, vedd fel! Azt a kapta Knockback 2-s kardot! Ja. Én mondtam, hogy ez egy kard! Nem hittél nekem. Na, mielőtt megint eltűnődnek nyilvánítasz, azért gyere. Jó, menjünk. Akkor nem sprintelek, csak simán futok. Gyere utánam. Hát ne is sprinteljünk, mert már nekem az utolsó kajámat most fogom elenni. Nálam van 4 carcass of a cow. Kellene találnunk egy campfire-t, és fölé kéne csinálnunk egy ilyen sütőt, és akkor... Nem szedted ki azt a campfire-t, ami ott volt a lukban? De csak beraktam a ládába. Itt van az a hegy, úgyhogy erre most jó felemegyünk. Hála Istennek még semmi nem támadott meg. Bár itt van egy kis szén, azt is szedek, mert jó. Az... Oké, és na, beértünk a faluba. Itt van egy rakás búza, jó van. Mennyi csont van nálad, kedves uram? Kellett volna hozni ízét. Igen. Hát, nem túl sok. 2. Mit művel, uram? Elejtett valami érmét. Miért nem ad búzát ez a... Villager. Csicska? Nem ad búzát a csicska. Köszönöm, itt van a labirintus. Mi az? Mi a franc volt ez? Hülye rakéta creeper. Ez is komoly. Gyere onnan el. Hagyjál a francba. Adjon el nekem kaját ingyen. Kell egy campfire. Csinálok egy campfire-t, Krisz, és akkor itt táborozzunk le így egyenlőre. Na, Krisztián, ide lerakok egy... egy campfire-t. Jó. Oké. Okay. Itt a campfire, itt fogunk tudni sütni. Várja, kell az a roaster nekem. Ez az, let's go. Ezt figyeld, mi van itt. Jó, ez csak fába áll, szóval ezt könnyű csinálni. Meg is oldódott a kaja problémánk. Na, mi az? Hát itt van egy rakás szalmabál. Ja, igen? Mhm. Tök jó. Jó, köszi falusiak, hogy ellophattam az összes szalmát. Igen, de így is megoldódott a kaja problémánk, már már sütöm is a malacot, vagyis mi ez a... Na, viszont én fogok ide csinálni egy chestet, hogy le tudjuk pakolni a felesleges dolgunkat. Jó, és akkor megsütöm az összes tehenet, és akkor te most nem mondod komolyan, hogy crafting table-t használsz. Máté! Máté! Te most nem mondod komolyan, hogy crafting table-t használsz. Azt a 16, az tök jó. Igen, és az a fele, mert ugye nekem is annyi van. Oké, viszont akkor hagyhatunk itt kaját. Oké, itt a chest, és akkor ide lepakok mindent, ami most esetleg ingyen nem fog kaját kelleni. Adjon. Szerintem én a kenyeremet itt hagyom. Nem ad ingyen kaját, ez a rohadék. Rohadj meg örökre! Kajáért kell dolgozni. Köszön. Mi az? Gyere! Induljunk! Összehívtad a falusiakat. Nem, a falusiak azok mennek be a házukba. Ad ingyen kaja? Ez se ad ingyen kaját. Miért adna ingyen kaját bárki? Miért ne adna ingyen kaját? Végül is. Koldus vagyok. Krisztián, nézd, ha esetleg szükséged lenne rá, tessék. Jó. Ki is próbálhatod? Mi próbáld ki! Mi? Köszönöm! Ja! 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 Amúgy az a knockback-ek az nagyon-nagyon jó lesz nekünk. Hát nem nagyon knockback-et, nem azért. Hát knockback 2 van rajta. Hát azt, amit dobtam, az a vaskád. Oké, na, Máté, vigyázz, itt egy kaszás! Mi a szar?! Meghalsz, büdös dög! Máté, rám gyűn! Szép volt! Mit dobott, fekete Vider lucc? Skeletont. Az eldobhatná a fegyverét, elfogadnám. Vider koponyát dobott. Nem? Elfogadnám a koponyát. Azt a kaszát? Aha. Hát jó, nem lenne rossz. Na, Krisztián, most már tényleg menjünk be, de tudod, hogy mi a fontos? Hogy felnézzünk a tetejére? Nézzünk. Oké. Na, akkor csinálok fát. Itt van nekem a oak plankszem. Hát igen, én is azt akarom. Hogy plankkel felmegyek. Lehet létrát kéne. Igen, amúgy az nem hülyeség, lehet, akkor csináljak létre? Aha. Jó. Így is akkor meg is csináltam. Mit látsz? Olyat látok, amitől teljesen el fog állni a lélegzetet, hogyha följössz. Tényleg? Mhm. Uh-huh. Ezt nem ér, nem hiszem, hogy nem érök felmenni. Nézzük meg a pókot. Mennyivel ölöm meg? 1, 2, azt az azért elég epik. 2-vel ja, nem rossz. Akkor itt talán be tudunk jutni a labirintus közepébe, és meg tudjuk nézni, hogy mit rejt a labirintus. Szerinted mit rejt a labirintus, Máté? Szerinted, srácok, mit rejt a labirintus? Én azt ott nem tudhatom. A labirintus. Nem tudom, de itt a létre megcsináltam. Oké, és? Méresen le, te okos tódor. Mi a fene? Máté,
Szerintem ez egy tökéletes bázis. Hát amúgy... Ezt most én is komolyan mondom, hogy ezt tényleg bázisnak föl kéne használni. Ja, basszus. Mert ezt csak fogod, körbekeríted, telefákázod az egészet, és megvan ja, a bázisod. És még menő is. Ja. Csak a pók föl tud mászni. Nem baj. De nem baj, mert megcsináljuk, hogy ne rohadj tudjon. Meg! Csinálunk köré egy árkot, amivel tele van, ami tele van vízzel. Máté, árk. Árok. Árk. Aztad, ezt most komolyan mondom, csak nem tudom, hogy itt miféle dolgok lehetnek. Szerintem semmi, ez csak szerintem egy tető. És ilyen kis jó kis egyenes plac. Mit halasz? Hát jó, csak hogy... Lehet így kéne bemenni a balirmin labirintus közepéhez. Hát nem merem. Nem mersz bezuhanni? Mindegy, akkor menjünk onnan, ahol meg megnézem. Ezt nem hiszem, mert nem hoztunk ágyat. Máté, itt a labirintus, ez a legközepe a labirintusnak, kiváljam? Honnan tudod, hogy ez a legeslek? Hát mert nézel bármelyik irányba, ja. És látod, hogy hol vagyok. Hát próbáld meg, ha. Mi az? Chest! Ez most komoly? És láva veszi körül. De ez nem egy kicsit csalás így? Hát... Meg hát, jó, hát nem csalás, mert hát, te ja, bemersz oda menni. És szétzúznak a fenébe. Hát... Én nem. Egy kicsit még de jobban ki kell válni. Hozzunk a falusiaktól ágyat. Vagy a respawn pointot legalább szeteljük be, nem? Hát jó, csak akkor ide kell egy... Ki kell ezt fákjázni az egészet. Mi? Hát szerinted éjszaka? Mi fog történni? Ja, de én éjszaka itt nem akarok kimaradni, inkább menjünk be, Chris. Jó. Csak vagy hozunk ágyat ezektől, hogy valami legyen. Oké, meg csinálok még fáklyákat és szedek még egy kis szenet. Még van egy kis időnk. Mert 7 kol, az nagyon kevés 7 szén. Akkor ide szeteljük a respawn pointunkat. Igen, szerintem. Nem jó ötlet, amúgy. Mert? Hát mert meg fogunk halni, és utána újraéledünk, és megint meghalunk. De is. Jó, szedtem 30-at, szerintem az összeset megcsinálom. Fákjának. Ja, és akkor fákjázzuk telé a tetejét. Krisztián, szerintem ez nem jó ötlet. Nagyon rossz ötletet csinálunk most. Nem, ez nagyon jó ötlet. It's the best ötlet ever. Oké, egyelőre ezt visszatemetem. És csinálunk el még fákját, hogy bentre is maradjon. Akkor menjünk be oldalról, vagy menjünk be fölülről? Hát most, hogyha beugrunk középre, nem tudom, ki tudunk jönni könnyen. Meg hogy ki tudja, mi van ott, az a baj. Hát igen, én is ezt mondom, hogy bemegyünk, azt ott valami megjelenik, valami boss, vagy ilyesmi. Hoppá, szénabálák. Abba is tudunk csinálni kaját. Ja, találtál még szénabálát? Igen. Hoppá, ott van még szén. Na, lassan most már vissza kell mennem, mert... Jó, sötétedik. Igen, tudom. Oké, még csináltam 264 fákját. Oké, akkor ezt még berakom. Oké, és megvan. Oké, este van. Gyere. Fudád! Aztán. Gyere gyorsan. Jó, itt végig küzdenünk kell a pókokkal, csak ha nem építünk valamit, szóval, Krisztián, vagy be kell mennünk, vagy... Nyugi! Építenünk kell egy nem lesz kunyhót. Semmi gond... Építünk kunyhót? Ne oda! A széléhez, de ott. De miért a széléhez? Hát mert ott már van egy fal, minek építsünk 4 falat? De most a kóbsz siess már gyorsan, hát oda a széléhez. Minek építsünk 4 falat, hát mert a szélén az én. Ide. Innentől. Úgy. Siess már. Hát meg fogunk halni. Végünk szakad. Ott jön. Nem kell 2. Akkor Tódor, 1 kell csak. Minek hozták 2 kell. Ez ám a fal. Gratulálok. Köszönöm szépen a nagy segítséget. Köszönöm szépen a nagy semmit. Igen, hát én is köszönöm szépen, hogy itt állsz, azt jártatod a szádat. Hát nálam nincsen nyersanyag, te okoska. Ennyi volt. Jó. Nincs több fa. Hát jó, akkor gyönyörű. Cobblestone-om van, várj. Cobblestone. Gyorsan tedd le. Menj mondan a nagy fejeddel. Tedd már jó, le. Jó, rányomtál? Igen. Oké. Okay. Úgy látom. Már tézd neked mióta ház? Mióta van ez bezárva neked? Bezártad? Hát hogy zárjam be? Hát én hogy zárjam be? Úgy, hogy bezárod. Tota. Jaj, várjál, így még lehet. Itt a sarok. Nem, hát... És lelapja előlem a sarkot. Jó. Oké. Hogy is kell ajtót? Ajtót azt most hagyjad. Jó.
Most csak annyi, hogy be tudjunk ide szaladni, hogyha esetleg bármi probléma van. Jó, most már itt éledünk újra, úgyhogy most már mehetünk az éppen. Igen, mehetünk, és szerintem nem hiszem, hogy lenne bármi probléma. Tehát, hogyha esetleg mégis, akkor... Én sem. Kicsit szélesebbe ki kéne ütni, hogy igen, igen. Lássunk. Jó. Úgyhogy akkor... nem jön semmi itt, szóval ez egy jó jel. Jó. Oké. Akkor itt még ezt üssük ki. Vigyázz fel, hogy jön a pókok, mondtam! Ne esd bele a lyukba! Fontos! Azt a rohadt! Mi folyik itt? Krisztián, le kell menni és be kell zárni ott az ajtót. Szóval kell nyersanyag. Ami egyébként oda ledobódott. Jó, az láva ott körbe, szóval azzal is nagyon vigyázzunk. Szerinted el tudjuk intézni? Ezt a kis macskast. Szerintem... Ja, vigyázz. Már csak ő van, Máté. Le kell ugranunk és le kell intéznünk, Máté. Ja nem, megint ott bespawnolt egy ilyen csicska. Egy csicska csont. Máté, le kell mennünk és le kell... A pump kaliburral le kell csapnod! Jó! És a maradék kővel pedig vissza kell rakni. Szóval neked kell először levenni. Mit kell visszarakni? Hát a falat. Ott a ajtót, amin be tudnak jönni a mobok. Ja, oké. Jó van. Akkor lemegyek és egyből szaladok... Várjál! Hagyok üres helyet. És egyből megyek visszarakni. Jó, én pedig megalom. Oké, és háromra ugrunk. Oké. Ó, pont ide jön, ezt nem hiszem el. 1, 2, 3. Ugrás! Jó, megöltem. 2 darab kő volt csak. Milyen 2? Miért szar? Nincs semmi. Mi az, hogy 2? Jó. De ne odarak már, ahova nem kell, hanem ott. Ne olyan erőn raktál. Gyorsan, gyorsan! Mi az a... Démon! Máté, még kell ide rakni! Gyorsan! Ki kell szedni valamiket! Mik szeded? Ó! Oh. Milyen hangok ezek, hallod? Hát olyan démont láttam a hátából, ilyen póklábak jöttek ki, bakker! Ezt most komolyan mondtad? Igen. Jó, Krisztián. Viszont... Ez egy olyan főnyeremény lehet. Ami ebben a chestben van. Hogy beszarulunk. Pontosan, én is ezt akartam mondani. Tehát mindenféleképpen meg kell győződnünk róla, hogy mi van benne. Ja. Jól van. Máté, szerintem háromra nyisd ki a chestet. Nyisd ki és, ja, és mondd is. Meg, hogy okay. Mi van benne. Jó, akkor bármi lesz benne, semmit se reagálok. Ha rossz, ha jó, nem reagálok semmit. Jó, hát csak megnézem előre. Egy az a lényeg, hogy nézd meg. Háromra, akkor megnézem, jó? Jó. Oké. 1, 2, 3. Be van zárva. 14 spawner remaining. Szét kell ütnünk a spawnereket. A feladatunk. Beteljesedett. Nem teljesedett be. Hát de, mert a feladatunknak a elvégzésének a megtudása. Ja. Oké, és na. Akkor a következő a helyzet. Ki kell mennünk a póklábú hátú démon szörnyhöz, és meg kell ölnünk. Mi az? Be fog lökni a lávába! Nem fog belökni, ha én lököm belőbb őt a pokol kapuin! És ennél csicskább, bénább szöveget nem tudta kitalálni. Nem. Viszont én eddig azt hittem, hogy ebbe csak ilyen gagyi dolgok lesznek, de most már van egy olyan érzésem, hogy nem. Hanem van egy érzésem, hogy yes. Nagyon durva király dolgok lesznek. Ott a démon hátú szörnyeteg. Jó, meghalt. Azt a 2 ütésen megöltem a pumpkaliburral. Hát én nagyon durva ez a pumpkalibur. Tudsz még adni nekem torcsot, mert semmi torcsom sincs. Hát őszinte legyek. Nekem is csak ennyi. 17 darab. Szóval... Jó. Csínyen bánjunk vele. Szóval ki kell akkor... ütnünk az összes... Spawnert. Egyet már kiütöttünk, emlékszem. Igen, igen, mert gondolom 15 volt. Jaj, ne, és ez egy labirintus. Könyvek. Ajaj. Találtam egyet. Jó, de vigyázz, mert tudod... Ej! Mit tudok? Csontváz. Hogy jönnek belőle azok a kis pöttyök. Hát futni kell. Várj! Megvárom a sarokban. Inkább együtt menjünk, mert te elfele szaladt előlem a csicska. És belelő a falba a pancserosz.
Szép út. Okay. Szép munka. Itt már jártunk. Azt most tettem le, azokat. Csicska! Szellem! Azt a rohadt mi? Öld! Én nem is tudtam ütni. Én a pumpkaliburral tudtam. Jó. Szép út. Ott egy. Várj, szétültem. Azt a rohadt mi a szarát! Szét kell őket ütni! Jaj, nem ne, fuss, gyere, gyere utánam! Nem tudok! Fordulj meg! Jó, megöltem őket. Csicska, mit menekülsz már állandóan? Harcolj férfiként! Hát jó, de meghal az ember, akkor nem kell. Ha meghalsz, akkor férfiként hallj meg, te szánalmas kis lurkó. Na? Te vagy a lurkó. Te vagy a lurkó. Igen, én maradtam is harcoltam, te meg elmenekültél. Vissza kéne mennünk. Igen, itt. Igen, erre lesz a spanner. Igen. Ott van. Jó. Akkor azt is szét kell ütni, és egyből szét kell ütni a... Mister... Azaz! Szétvertem a csicska fejét! Jó, meg fog halni. Ezt is szétverem. Jó. Meghaltál, büdös csicska! Okay. Ott van mögötte is egy! Igen. Elfogyott a fákjám. Hé, hey, ja, nem lesz. Gyere! Mi az? Ja, szétütötted? Igen. Oké, okay, gyere vissza és nézzük meg, hogy mennyi. Jó, csak megölöm ezeket a fényeket. Mai! Beakadt a pókhálóba a csicska. Akkor a pókhálót föl lehetne használni, hogy beleakadjanak, és akkor meg tudod ölni. Amúgy, ja. Csak ha te is beleakadsz, akkor megpótál. Ja. Na nézzük meg akkor, ja, hogy hol... Gyere vissza, erre kell jönni. Arra kell, biztos? Igen, biztos. Na. 11 spawner remaining. 3-at ütöttünk szét. 11? Jó. Akkor úgy látom, hogy ez egy elég nagy feladat, Krisztián. Ha szétütjük mindegyik spawnert, akkor ki tudjuk nyitni a titkos ládát. És szerinted, Krisztián, mi lesz benne? Szerintem egy minigán. Remélem. Szerintem sokkal jobb lesz annál. Minigánnál sokkal jobb. Igen. Ezt ugye most ki sem mondtad a szádon. És méghozzá tudom is, hogy mi lesz.